Ebben a videóban egy bárki által kipróbálható Red Hat Linux labort fogok bemutatni. A labor gyakorlatot bárki regisztráció nélkül elvégezheti, az elérhetőséget a leírásban megadom. Ez a videó a fájlok -ok jogosultság kezeléséről szól. El is kezdem. Ez az lecke, the using file permissions, a fájl jogosultság kezelés használata. Ez is egy sorozatnak a része. Megnyitom a, elindítom a labor környezetet a lancskom megnyomásával két percet ír ki, hogy addig fog tartani, amíg legenerálja ezt a laborkörnyezetet. Addig el lehet olvasni itt a kis bevezető szöveget, mi a fájogosultság. Ugye a fájogosultság szabályozza a felhasználóknak a hozzáférését a fájlrendszerhez, illetve a fájlokhoz. Több kategóriára lehet felosztani Ugye a Linuxban. Katt, hogyha értelmezzük, akkor külön kell értelmezni a olvasásra való hozzáférést, az írásra való hozzáférést, illetve a futtatásnak a lehetőségét, hogy egy adott fájt lehet-e futtatni kódként, ami lehet akár script, vagy valamilyen bináris. Lesz róla szó, hogy külön kell értelmezni a könyvtárakat, illetve a fájlokat, vagy a fájlokra a jogosultságot. Könyvtáraknál a futtathatóság az gyakorlatilag azt jelenti, hogy be lehet-e lépni a könyvtárba az adott felhasználónak, az írás az pedig azt jelenti, hogy hozzá lehet -e adni a könyvtárhoz fájlokat, illetve lehet -e a könyvtárból fájlt törölni az adott felhasználónak. Tehát elképzelhető az, hogy egy felhasználónak nincsen joga elolvasni egy fájlt, de hogyha a könyvtára van írás jogosultsága, akkor például jogosult lehet azt a fájlt kitörölni a rendszerből, illetve jogosult lehet új fájlt hozzáadni az adott könyvtárhoz. Ebben a laborban nem lesz szó a Setweed bidről vagy a Setgidről, vagy a Stickybitről. Ez egy bevezető gyakorlat, ez a mai, mai feladat. Rengeteg leírás található az interneten a fájlok jogosultságairól. Említ például egy, egy cikket is, mi a linux.com-on elérhető, hogy megadom ennek a, az zúrának a leírását. Ezt érdemes elolvasni, átolvasni, vagy valamilyen egyéb órásból az elméletet hozzá tanulni, a mai labor környezethez. Hogyha valaki Linux vizsgát szeretne tenni, vagy linux -al szeretne komolyabban dolgozni, akkor ez nagyon fontos, hogy, hogy, mély és alapos és megbízható és begyakorlott ismeretei legyenek ebben a témában. El is indítom a laborgyakorlatot. Ugye rootként lehetett, vagy nyílt meg egyből ez a konzol, itt van egy másik konzol, ez ugyanez a, ugyanez a rendszer, viszont ő guestként van belépve. Az, hogy hogyan van belép, be lehet állítani hogy, milyen promptot írjon ki egy konzol. Alap esetben írja a, a nevet, a rendszernek a host nevét a kukac után, és azt, hogy ha privilegizált userként van az ember belépve, tehát praktikusan root userként, akkor egy kettős kereszt van. Ha pedig sima userként, akkor pedig egy dollárjel ez nem tartozik szorosan a fájjogosultságokhoz, viszont a, ami hozzá tartozhat, hogy a könyvtár, hogyha valaki a saját home könyvtárában van, akkor ez a hullámvonal jel jelzi, hogy ő a home könyvtárában van. Ha mondjuk átlépek egy másik könyvtárba, akkor, akkor egyből kírja, hogy most a gyökér vagyok éppen. A home könyvtárba visszalépni pedig vagy megadja az ember a home könyvtárnak a pászát, vagy pedig csak simán paraméter nélkül a CD parancsot kiadva könyvtárba, a saját home könyvtárába fog érkezni, még megadok, megmutatok még egy érdekes dolgot itt a CD parancsal kapcsolatban, ami fontos lehet. Valaki, most így simán visszalépek a saját könyvtáramba, viszont hogyha valaki az előző könyvtárba szeretne visszalépni, mint ahol volt, jó, hogy ennyi, ennyit így a CD-ről, ez a Change Directory-nak a rövidítése. Ez hasznos, hogyha az ember tudja ezeket. De vissza a feladatokhoz, el lehet olvasni itt a kis bevezető szöveget, ugye amit nagyjából így elmondtam a CD-nek a használatát hogyan lehet a fájlokat listázni az ls parancs az ami erre megfelelő, hasonló mint a DOS-ba volt a DIR ez a Linux-ba mást jelent, illetve meg lehet nézni, hogy pontosan mit is jelent a veris parancsal meg lehet nézni úgy látszik, hogy van van DIR parancs Ugye ez is a, listázza a könyvtárakat, viszont ez nem ugyanaz, mint az eles parancs. Ugye ennyit így kis érdekességként, hogy akkor úgy látszik, hogy mégiscsak létezik dír parancs, de alapvetően az eles parancs az, ami kvázi szabványos mindennapi használatba szokott lenni. Eles parancsnak is létezik rengeteg paramétere, ugye a meg lehet nézni, de amit tipikusan az ember szokott használni, az például az L kapcsoló, Hogyha belépek az SRV könyvtárba, úgy, ahogy a, a labor gyakorlat mondja, akkor az ls ellen részletesen ki lehet listázni, milyen fájlok vannak itt. Tehát, ha csak simán egy ls-nyomok, akkor nem listázza ki a, a fájloknak a részleteit, viszont, hogyha ls kiadok, akkor részletesebb információkat fog közölni a fájról. Közli például, hogy ki a tulajdonosa vagy ónere. A, a group owner az a második oszlóban van itt, ugye root-root, illetve amiről ma szó lesz, az, itt ez az első, első rész, az ez a sok vonal van, ez mutatja meg, hogy az adott bejegyzés az, az micsoda. Fájlok esetén általában itt egy vonal van, könyvtárak esetén egy D betű az, ami, az, ami jelöl. Az első hármas rész az azt mutatja meg, hogy a fájlnak az ownere, vagy a fájlnak a tulajdonosa, az mit tud a fájlal csinálni. Ez ilyen RVX-szel van itt rövidítve, az R az azt jelenti, hogy képes olvasni a fájlt, a V az azt jelenti, hogy képes írni a fájlt, az a write-ot jelenti, az X az, az execute, tehát képes-e futtatni. A következő hármas csoport arra vonatkozik, hogy a, a group owner -e a fájlnak fájla mi az, amit megtehet, illetve a a az utolsó harmadik oszlop az pedig, hogy mindenki más a rendszerbe, aki nem owner -e a fájlnak, és nem is group owner -e a fájlnak, azok mit tudnak a fájlal csinálni. Ahol vonal van, az azt jelenti, hogy azt nem tudja megtenni. Nyilván, ahol az adott betű megjelenik, azt meg tudja tenni. Ami nagyon fontos, hogy ebben a sorrendben kerül kiértékelésre a jogosultság. Tehát elképzelhető, hogy egy fájnak valaki ad olvasási jogot mindenkinek, viszont a grupónereknek nem ad olvasási jogosultságot, így a csoportnak a tagjai nem fogják tudni majd ezt az adott fájt olvasni mert a kiértékelés így balról-jobbra történik, tehát azt fogja a rendszer látni, hogy a grupónereknek nincs olvasási jogosultság, akkor már nem fog tovább menni, hanem tehát illetve hibával megtagadja a fájnak a fájhoz való hozzáférését. Itt pont ezzel nem fogok foglalkozni a mai, vagy nem fog foglalkozni a mai gyakorlat, ez a, ez a Linux beállításokat jelenti, ugye a fájhoz kapcsolódóan. Úgyhogy itt el lehet olvasni nagyjából azt, amit, amit, az előbb elmondtam, nem akarom elismételni, hogy át is lépek a következő feladat részre. Ez a laborgyakorlat is 50-60 percig él, addig tudja valaki próbálgatni. A következő feladat az arról fog szólni, hogy a skriptet hogyan lehet lefuttatni, kipróbálja ki majd a labor gyakorlat rútként, illetve gesztként, hogyan lehet futtatni. Ha megnézi az ember, milyen jogosultsága van a, ennek a státusz SH-nak, beírom rendesen. Tehát látszik, hogy van itt egy status SH nevű fájl, meg is lehet igazából nézni, hogy mit, fog, mit tud ez a status SH csinálni. Az a lényeg ennek a status SH-nak, hogy különböző usereknek különböző kimenetet ad. Ugye a Hugamai parancsot, hogyha az ember kiadja egy rendszeren, akkor kiírja, hogy milyen userként van az ember belépve. Nyilván basba eleve az ember látja, de lehetnek olyan helyzetek, ahol, ahol mondjuk jól jól tud jönni ez a parancs. És akkor itt van ez a státusz SH, hogyha az ember lefuttatja a rútként, mint ahogy a feladat, feladat majd írja, látható, hogy ezt a státusz SH-t, ugye a rúta tulajdonosa, illetve a rút csoport, a csoport ownere, egy csoport tulajdonosa, ez látszik, hogy egy file, tehát ez nem egy könyvtár, a rútnak van hozzá írási joga, olvasási joga, illetve futtatási joga. Mindenki másnak, aki nem tagja a rút csoportnak, illetve a rút felhasználón kívül, mindenki másnak pedig nincsen semmilyen jogosultsága ehhez a fájlhoz, tehát nem futtathatja, nem írhatja, illetve nem is olvashatja. Ha most ezt kipróbálom, hogy a, hogy, a rút azt tudja ténylegesen futtatni, Futtatni egy fájt, azt úgy lehet, hogyha nincs benne a, a pászába az embernek, akkor a full pass kell megadni, illetve relatívan is meg lehet adni a pászt. Az a lényeg, hogyha csak simán státusz SH ír be az ember, és nincs benne a pászba, akkor, akkor, nem fog futni. Most kíváncsi vagyok, a feladat is így, így mutatja ezt. Igen. Tehát így kell futtatni simán egy fájt, ami nincs benne a, a, basnak a pászába. Most lefuttatom ezt a kis fájt. Ugye rútként kiírja, hogy successfully executed by root, tehát ugyanezt a szöveget kiekozza, és a who a kimenete a root. Ezt leírja, hogyha guestként megpróbálom lefuttatni ezt a fájt, akkor már mindjárt nem lesz ilyen egyszerű, és ha belépek az SRV könyvtárba, ugye ott, ott voltak ezek a fájlok, -ok. lsl ellen listázom ki, Ugye van jogosultságom, volt jogosultságom ebbe a könyvtárba belépni, megnézem, hogy milyen jogai vannak ennek a guest usernek, ilyen csoportoknak illetve a része, tehát ez csak saját csoportjának a része, nem, nem része a, a rútnak, de ugye az SRV könyvtárat, ha megnézem, ez is egy trükk, hogy csak a direktorit akarja az ember kilistáztatni, akkor a D-vel lett. Tehát az SRV könyvtára van mindenkinek írási, illetve futtatási joga, tehát ezek közé tartozik a guest user, ezért tudtam belépni az SRV könyvtárba, és ezért tudtam kilistáztatni a fájloknak a tartalmát. De ha már futtatni szeretném a státusz hát, akkor elvileg már hibaüzenetet kellene, hogy adjon, nem is a bas kiegészítés nem is, enged, nem is preferálja kiírja, hogy permission denied, tehát nem, nem tudja futtatni ezt a fájt. a root tudta futtatni, a guest user nem tudja futtatni. Úgy átlépek a következő feladatra, ahol majd lehet majd módosítani ezeknek a fájloknak a jogosultságát. Ugye erre is van lehetőség, többféle módon lehetséges ez a ch-móddal lehet befolyásolni azt, hogy a fájloknak a jogosultság beállításait hogyan legyenek értelmezve, illetve azok hoz kiférjen hozzá írásra, olvasásra, futtatásra. Ezt az előbb nagyjából már elmondtam. Utána lehet nézni, hogy ez bitekre lebontva hogyan működik. Nagyon hasznos tud lenni, hogyha valaki megjegyzi, hogy oktálisan a különböző beállításokat, azokat hogyan kell értelmezni, és akkor lerövidítve is meg lehet adni ezeket a beállításokat. Ugye a user, group, other, hogyha ezeket különböző bitek jelölik, ezeket a hozzáférési szinteket, ezeket a hármas bináris csoportokat, attól függően, hogy mit jelölnek át, átfordítja az ember oktális számrendszerre, akkor utána például ez a jogosultság, ami ide be van állítva, ez azt jelenti, hogy 755, az ownernek mindenhez van joga, csoporttagoknak, illetve mindenki másnak pedig írásra és futtatásra van joga. Ez tipikusan a könyvtáraknál szokott szerepelni ez a 755-ös beállítás. Meg lehet nyitni külső hivatkozást, javaslom is, hogy valaki olvassa el, illetve tanulja meg, hogy hogyan működnek ezek. Végig lehet itt olvasni a, a beállítást. Én annak idején úgy egyeztem meg ezt a szoktális dolgot, hogy, hogy ezeket után össze lehet adogatni, meg be lehet állítgatni, hogy, a, hogy az egy, ez a legveszélyesebb, az az execute, így tovább a, a négyes jelenti a azt, hogy a fájl az olvasható, így lehet szépen összeadogatni, kivonogatni, és oktálisan meghatározni a fájloknak a jogosultságát. Meg lehet adni a fájloknak a jogosultságát CH moddal plusz jellel is, tehát hogy az, ha van egy fájlnak egy jogosultsága, akkor az alapjogosultsághoz képest lehet jogosultságot hozzáadni, illetve elvenni is belőle. Itt a feladat az azt mutatja, hogy a CH moddal megváltoztatni meg a státusz SH-nak a jogosultságát úgy, hogy az O az az other, tehát az utolsó hármas csoporthoz adja hozzá az RX az olvasás, illetve a futtatásnak a jogosultságát. Tehát, hogyha még egyszer megnézem, ide visszalépek el, és vissza is törlök. Tehát látszik, hogy a státusz SH-hoz kapcsolódóan az other nincsen semmi joga jelenleg, tehát a utolsó három paraméter az három darab vonal, ebben a csoportban, hogyha az ember kiadja ezt a parancsot természetesen rootként, tehát az owner, illetve tudja megváltoztatni a fájnak a jogosultságát, illetve a group owner, hogyha neki van írási joga a fájra, és az ember újra megnézi, akkor láthatja, hogy valóban az other ez az RX, ez hozzáadásra kerül, tehát itt már az utolsó hármas csoportban megjelent egy R és egy X. Így már lehetővé válik, ne csak a root user tudja futatni ezt a fát, hanem mindenki más is. Tehát, hogyha még egyszer lefuttatom a státusz hát, akkor elméletileg igen, le kell sikeresen futni, és kírja, hogy a guest user az, aki futtatta ezt a fájlt. Ebben az esetben egyébként maga a fájl saját nevébe fut, tehát annak a nevébe fut, aki elkezdte futtatni. Következő feladat rész, Oktális meghatározása különböző jogosultságoknak, ugye ez ugyanaz a táblázat csak visszafelé, érdemes ezzel, ezzel alaposan megismerkedni. Hogyha oktálisan határozza meg az embernek egy fa, a fájnak a jogosultságát, a hetes az majd azt jelenti, hogy a grupónereknek is írási joga lesz erre a fájra, a négyes pedig majd azt jelenti, hogy csak olvasási joga van az other csoportnak. Tehát az első szám az a Zónára vonatkozik. A második szám az a, a csoportra, a negyedik, az pedig a, az pedig a mindenki másra zárre. És hogyha például most egy másik számot adok ide meg, mondjuk négy helyet hatot adok meg, tehát a kettes számil legalábbis így jegyeztem meg, az azt jelenti, hogy olvasásra van, vagy írásra van jogosultsága. A négyes volt az olvasás, tehát az a meg, 4, meg kettő az hat, így akkor látható, hogy az státuszra van, RV jogosultsága az Adőrnek is, illetve ha 777-et ad meg az ember, akkor látható, hogy minden, mindenkinek mindenhez van, illetve mindenkinek mindenféle joga van a státusz s Most visszamegyek, ugye, hogy a feladat szólt, hogy visszaállítom a 774-es jogosultságot. Ebben az esetben a guest usernek nem lesz jogosultsága lefuttatni ezt a fájt, nincsen futtatásra jogosultsága és mivel neki nincs írásra jogosultsága erre a fájra, csak olvasási jogosultságra, így nem is tudja megváltoztatni a, a fájnak a jogosultságát, illetve a tartalmát se. Ebben az esetben csak olvas, olvasni tudja, tehát mondjuk vível az ember megnyitja, hogy VI editorral, akkor, akkor meg fogja tudni nézni, viszont szerkeszteni nem fogja tudni. Itt is hivatkozik egy külső hivatkozással a, egy redhetes oldalra, ezt is érdemes megnyitni, elolvasni, áttanulmányozni annak, aki, aki esetleg még nem ismerősebb a témában, és alaposan elmélyedni benne. Tehát itt van az oktális érték. Én ezt úgy egyeztem meg, hogy a legveszélyesebb jogosultság az a futtatás. Fájlokra értem, ez legalábbis a második legveszélyesebb az, hogy írni tud valaki egy fájt, és akkor a legkevésbé veszélyes ez az, az olvasás. Így akkor ezeket a számokat összeadva kijönnek ki a különböző oktális értékek. Érdemes ezt begyakorolni, ha Linux vizsgát akar valaki tenni, akkor, akkor profinak kell ebbe lenni, mondhatnám. Illetve, hogyha az ember linux vagy Linux rendszerekkel foglalkozik, vagy ott végez bármilyen DevOps munkát, akkor fontos, hogy, hogy ez, ez magabiztos legyen a fájloknak a jogosultság kezelésében. A CH-on parancsal azzal át lehet adni másik usernek egy fájlt, tehát nem, nem, a, a jogosultságát lehet meg, tehát meg lehet változtatni, nem, azt, nem, csak azt, hogy írni, olvasni, vagy futtatni lehessen a fájt, hanem hogy ki legyen a fájnak a tulajdonosa. Visszatörlök itt ezen a képernyőn, a feladatban az van, hogy listázzuk ki a task txt fájt. Task txt nek jelenleg a root a tulajdonosa, illetve a root grubba lévő emberek, akik praktikusan általában a, csak a root user, ha az ember kilistáztatja ezt a fájlt, a root-ként nyilván lesz hozzá joga, mert van hozzá olvasási joga, viszont ha átlépek a guest user be, akkor ugye az SRV-hez volt jogosultságom futtatni, tehát akkor az azt jelenti, hogy ha még egyszer, tehát az SRV könyvtár, így lehet könyvtárakat listáztatni, mert hogyha ls rámegyek egy Könyvtár, akkor a könyvtár tartalmát fogja kilistáztatni. Ha magára a könyvtár, akkor a kíváncsi, akkor érdemes megadni ezt a D-kapcsolót neki. Tehát az SRV könyvtára mindenkinek van olvasási és futtatási joga. Az azt jelenti, hogy CD-vel ki, ki, ki lehet listázni, vagy be tud lépni a könyvtárba, illetve el tudja listáztatni a, a könyvtárnak a tartalmát. Tehát a root user, hogyha lefuttatja ezt a parancsot, az LSL task-ot, akkor meg fogja kapni, hogy itt van ez a fájl. Hozzá tud férni magának a könyvtárnak a, a tartalmához, viszont a fájlnak a tartalmához nem fog tudni hozzáférni, mert nincs rá olvasási joga kezdként. Kettet kellett volna beírnom. Permission denied kapok, viszont útként nyilván van, van jogosultsága, mert a rúta egyrészt az owner-re, másrészt van ugyanúgy jogosultsága is hozzá. És a következő lépésben meg lehet ezt változtatni. A ch nal lehet megváltoztatni a pálynak a, a tulajdonosát illetve a, a csoport tulajdonosát is. Az a szintaxis, is, hogy kettős pont elé írja az ember a user nevet, illetve utána pedig a group nevet. Ha nem ír elé user nevet, akkor csak a grupot fogja módosítani. Remélhetőleg van team nevű grupa rendszeren. Igen, volt, mert egyébként hiba üzenetet kellene, hogy kapjon az ember. Most ebben az esetben a group ownership az átkerült a team nevű csoporthoz ennek a CHON parancsnak a hatására. CHON-t egyébként az is, hogy valid szintax is lehet, hogy nem kettős ponttal választja el az ember a user felhasználó nevet és a csoportot, hanem ponttal. Viszont abból kavarodás lehet, mert a pont az értelmezhető felhasználó névként is, úgyhogy mindenhol azt javasolják, hogy a kettős pontot használja az ember lehetőleg. Írja, hogy ezt a CHON-t egy csoportmódosításra használta ez a, ez a feladat, CHGRP-vel is lehet egyébként módosítani. És akkor utolsó lépésként a Find-nak a használata lesz. A Find ez egy nagyon hasznos és erőteljes eszköz. Lehet keresni arra, arra is, hogy milyen beállításai vannak egy fájnak, milyen jogosultságai vannak. Azt csinálja ez a parancs, hogy abban a könyvtárban, illetve onnan lefelé az SRV könyvtáron belül fog most igazából elindulni, és megkeresi azokat a fájlokat, ahol 755-ös permissionje van. Nyomok egy entert, nem talált semmit, illetve 755-ös a jogosultsága az SRV-nek is, ha jól emlékszem. Igen, tehát ez 755-nek felel meg. Execute az az 1-es, a 4-es pedig az, hogy tud olvasni, tehát az 5, ugye ez, ez pedig 7, ugye mindenre van jogosultsága. Ugye, hogyha a úgy adtam volna ki, hogy typef, F, hogy csak a fájlokra keresse rá, akkor, akkor, nem talált volna ugye semmit. Szuper, szóval ez egy kicsit ilyen trükkös ez a, ez a, ez a feladat. Tehát, hogyha így, így megtalált azt a könyvtárat, ahonnan, ahonnan, kiindultam, és akkor ez itt ponttal hivatkozott rá, úgyhogy ezt érdemes figyelembe venni. Tud aztán a Find olyat is, hogy nem egy, adott jogosultságra keres rá, hanem megnézi, hogy mi az, ami ennél a jogosultságnál lazább jogosultsága van. És akkor ebben az esetben már ugye megtalált a könyvtárat, és hoppácska talált néhány fát, amelyiknek a jogosultsága lazább, mint a 755. hogy az ember meg akár meg is tudja mag nézni egyszerű módszerrel, a, milyennek a jogosultság, és akkor látja, hogy hoppácska a 777-es jogosultságú. Ha vannak itt fájlok, -ok még hozzá rút -e, a zónere, meg rúta a ez Általában nem jelent jót, hogyha egy, egy mindenki tud írni egy fájlba hoz, és mindenki tudja futtatni is. Az pláne, pláne, hogyha rúta az zónere, akkor, akkor ez főleg egy red flag tud lenni. Bemutat egy olyan hát one-linernek is mondják, vagy egy ilyen, mondanám azt, hogy egy ilyen miniskript. De igazából ez a fájlnak egy speciális felparaméterezése, amely megváltoztatja ezeknek a fájloknak a jogosultságát. Megkeresi azokat a fájlokat, ahol lazább a jogosultság, mint 755. Ugye a type F, ugye ezt az előbb már mutattam, tehát csak a fájlokat fogja nézni, a könyvtára nem fog ráfutni. És akkor az exek kapcsolód, vagy paramétert megadva neki, utána lehet megadni egy parancsot, és utána ez a parancs egyenként fog végrehajtódni a fájlnak a találatain. Méghozzá ez a parancs azt csinálja, hogy, hogy a, hogy a fájlnak a, a jogosultságát 600-ra állítja, tehát csak a, az owner-e lesz képes írni és olvasni, és futtatni viszont senki sem. És utána ez a rész, ez igazából most lehet úgy venni, hogy a szintaktikát egyszerűen csak így kell megadni. Én mindig azt javaslom, hogy ha valaki egy ilyen findot akar használni, akkor mielőtt valami valódi dolgot lefuttat a fájlokra. Először is nézze meg, hogy mi az, amit egyáltalán talál ez a find ezzel a paraméterrel, úgyhogy nehogy véletlenül elkalandozzon a find, mert hogyha mondjuk ide az ember egy perjelet ad meg, a, akkor mondjuk az egész gyökérkönyvtárba megy, és akkor már rengeteg fájt meg fog találni, és hogyha erre mind rengeteg fájra az ember ráenged egy CH modot akkor abból viszony könnyen nagy baj lesz, vagy katasztrófa, vagy akár restorolni kell a rendszert, vagy újra újra telepíteni, mert lehet, hogy belépni se fog tudni. Tehát mindenképpen érdemes a find exe eket egy ls-sel kezdeni, hogy megnézze az ember, hogy tutira arra fog-e lefutni, nem fog esetleg valami teljesen más dolgot elállítani. De ugye most itt kipróbáltam, és csak ezeket a fájlokat találja meg, és csak ezeknek a fájloknak a jogosultságát fogja módosítani. Még egyszer, tehát hogyha most ide csak azt írnám be, hogy LSL. el akkor látható, hogy ezeknek mi a jogosultság ezeknek a fájloknak. Hogyha most a ch-moddal modot ráengedem, akkor ugye nem is ad ki semmilyen üzenetet. A Linuxban általában az jó jár, hogyha nincs kimenet, hiba üzenet, akkor általában az jó. Egyébként a, tő érdemes megtanulni esetleg, hogy a, a kimeneti értéket az utolsó parancsnál, azt a basba így lehet lekérdezni szépen és hogyha nulla, akkor jó. Hogyha ha itt valami hibaüzenet van, akkor, akkor az utolsó parancsnak a kimenete az nem nulla lesz, hanem valamilyen egyéb érték. Na de visszatérve itt feladatra, tehát a lsl ellet után az ember újra lefuttatva megnézi, látja, hogy már nincsenek is igazából ilyen fájlok, amik 755 a jogosultsága, hanem, hanem akkor nézzük, hogy a 600-as jogosultság és akkor látható, hogy valóban ennek a kontrakt 1-2-3-4-nek a jogosultsága ilyen módon megváltozott. És akkor utána nyilván le is lehet ellenőrizni, hogy mondjuk ilyenkor már a guest user nem is tud hozzáférni ezekhez a fájlokhoz. A CH módot azt erre is ki lehet adni, tehát akkor rekurzívan megy végig az adott könyvtár struktúrán vagy könyvtár fán. És akkor itt javasol még egy külső hivatkozást, amit én is mindig javaslok, hogy olvassanak el az emberek nézzék meg alaposan. A Find ez tényleg egy nagyon erőteljes eszköz, érdemes a userek törlésekor is esetleg végignézni a, a, file rendszert elhagyatott fájlok -ok után kutatva. Hogy röviden ennyi lett volna szerintem ez a mai gyakorlat. mindenkinek azt javaslom, hogy ezt a témát ezt alaposan járja körül, és akkor utána ezt még meg lehet meg lehet egy kicsit még kavarni a, a sticky bittel, a setuit bittel, setgit bittel, és akkor utána még erre jönnek rá mindennek a tetejében a se Linux kontextek. Ha valaki Linux vizsgát akar tenni, akkor el mindezzel meg kell ismerkednie, illetve hogyha valaki foglalkozás foglalkozik Linux rendszereknek az adminisztrálásával, vagy Linuxon végez valamilyen DevOps tevékenységet, akkor is jó, hogyha hát mindenképpen ezt meg kell igen ismerni, és a beleértve a Shell Linuxot is, akár mennyire is nagy falat tud lenni. Hogy ennyi lett volna igazából ez a mai, mai videó. Mindenkinek jó gyakorlást kívánok, és tényleg ezeket a, akár a user managementet a konzolon, akár a fájljogosultságoknak a beállítását, ezt nagyon sok próbálgatással, gyakorlással lehet elsajátítani, ha valaki kezdő Linux adminisztrátor, Úgyhogy erre, ezek a laborgyakorlatok tényleg nagyon jók, mert uh, nyugodtan lehet gyakorolni, nem baj, ha az ember elrontja, kizárja magát a rendszerből, rossz helyre futtatja le azt a findot, és, és az egész uh, rendszerén elállítja a jogosultságokat, akkor sem történik igazából nagy baj, mert még újra se kell telepíteni igazából semmilyen gépet, hanem egyszerűen csak újraindít egy ilyen laborgyakorlatot, és akkor újra tud kezdeni, úgyhogy az óriási nagy segítség, hogy itt tudja életében először kipróbálni és elrontani a dolgokat, nem pedig egy, egy olyan számítógépen, aminek a telepítése órákig tud tartani. Javaslom tényleg, hogy nyomogassátok, gyakoroljatok, remélem még találkozunk később más hasonló videóban. Sziasztok!